Köszöntöm a Borstúdió nézőit! A Székelyhídi Vándor Székely étteremben ma Gődér Imre érköbölkúti falugazdász, borász a vendégem. Imre, először is töltsünk valamit a pohárba, hogy ne üres pohárral beszélgessünk, ha már borról van szó. Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor... Milyen bort töltesz most a pohárba? Tehát ez egy... Királylánk, egy kecskeháti királylánka bor, tehát szerintem hallottatok is már erről, tehát Köbölkúton nincsen már nagy szőlőterület, talán 3-4 hektár ótárszőlő maradt még meg a Kecskeháton, és az én szüleim is örököltek ott egy kisebb birtokot, és ottan van egy királylánkás szőlőültetvényünk. Emellett van otthon is egy másik, ott vegyes szőlőnk van, de ez onnél van. Akkor áruld el már nekünk, hogy mi ez a Kecskehát, mert gondolom, hogy a nézők közül sokan nem tudják. Érköbölkút és Poklostelek közt félúton található, a Berettyó mellett. Egy dimbes, dombos hegyvidék, hát nem hegy, mert 200 méterre van tengerszinttől, de ez az északi Kárpátoknak az utolsó nyúlványai. Itt nyugszanak le, tehát az, amelyik Nagyvárad mellett végig jön kifele, aztán a Berettyó kettőbe szakítsa, átjön, és akkor Bihardiószeg, Szentjobb, Szentmiklós, Érköbölkút, és akkor Fancsikánál le is hanyatlik. Tehát, és ott van egy ilyen heppe-hupás hegytető, amit úgy gondoltak a régiek, hogy ez jó lesz szőlőtelepítésre, és ottan már nagyon régen, az 1800-as évek elején néhány család kint kiköltözött, és szőlővel kezdtek el foglalkozni, favágással. Aztán azt a részt a kollektíva beerdősítette, viszont a déli oldalra telepítette egy új telepítést, és az új telepítésből van ez a királylánka bor. El kell mesélnem a nézőknek, hogy hát fantasztikus hely, és egyszer már sikerült szervezünk oda egy csodálatos borpikniket. Ebben az évben is megpróbálkoztunk vele, de az időjárás miatt el kellett halasszuk, ami késik, nem múlik. Fantasztikus, kiránduló helynek is gyönyörű, szép, és olyan kilátás van a Berettyó völgyére is, hogy tényleg az ember ott érzi magát, hogy milyen fantasztikus a Jóisten kegyelme, hogy ilyen gyönyörű helyeket ad, és hogy nagyon jó ez szőlőtelepítése, nagyon jól tudták a régiek. Én kóstoltam a te másik királyleánykádat is, ami nem a Kecskehátról volt szüretelve, és ugyanúgy készítetted, és mégis ez a régi telepítés onnan, ott fantasztikusan jó ez a termőhely. Igen, 1972-ben telepítette az akkori termelőszövetkezet királyleánykát, valamint furmintot. A furmintot már kivágták még a kollektív ideje alatt. A királylányka megmaradt, aztán a 89-es rendszerváltozáskor mindenki visszakapta a területét, és azokból a visszakapott szőlőkből már talán 4-5 család műveli ott még a királylánykát, de egy nagyon jó minőségű szőlőt tudunk ottan termelni, mivel 3 méteres sortávolsággal, nagyon régi tőkék, foghíjas tőkék, tehát van a tőkéknek hely, hogy honnén felszedjék a tápanyagokat, a nap egész nap benne fekszik, meg maga a talaj összetétele egy nagyon kötött, agyagos, de ugyanott méz tartalom is van, valamint vasoxid tartalom. Tehát egy olyan komplex összetett talaj van ott, hogy a mi szőlő ültetvényünkben is van két hatalmas kő, és az is ilyen vasoxid anyaga van, mert porlik, és egy ilyen vörös vagy valami, az csak úgy kikerült a földből. Ott volt, ha senki nem vitte oda, hanem mikor a mélyszántást csinálták, ott volt. És nagyon kötött, nagyon kemény, nagyon nehéz munkálni, de viszont a szőlőnek tökéletes. Maga még a fák sem érzik magukat olyan jól, mert mikor elérik azt a kötött, erős, agyagos talajt, míg át nem tudnak rajta hatolni, nem nőnek. Tehát maga az akácfa is megtorpan benne, igaz a tölgyfa szereti, mert az őshonos az itten van, de ezek a betelepített fák nagyon sok feladja a harcot a Kecskeháton. Ott nagyon sokan még, úgy emlékszem, hogy karós művelésben is, a régi művelésmódban hagyták a szőlőt. Igen, tehát a Kecskeháton a régi telepítés, ami a keleti oldalon volt, az mind karós művelésből, ez a bakhát típus volt, az 1 méter x 1 méteres sortávolság.
Nagyon sok delevárszőlő volt, bakatorszőlő volt, jufark, ezek a régi fajta szőlők voltak. Mondom, sajnos ezt kivágták. Falugazdászként gondolom, hogy sok mindent szervezel, és hogy jut időd mégis így, még a szőlővel is foglalkozni, és ilyen szép bort készíteni? Megmondom őszintén, nekem ez hobbi, még nem is tartom magam borásznak, hanem a hagyományokat vittük tovább. Nem is volt ez kérdés, mikor megörököltük ezt a parcellát, tehát szüleim is végig 30 éven keresztül gondozták, metszették, termeltek benne, mi is ezt vittük. Én agrármérnökként nagyon szeretem ezt csinálni, tehát ezt a falugazdász dolgot is én mindig úgy vagyok vele, hogy szeretek ezzel foglalkozni, mert a gazdáktól is nagyon sok dolgot tanulok. Nagyon sok dolgot látok, tanulok, nem csak én tudok nekik jó tanácssal szolgálni, hanem ők is sokszor nekem jó tapasztalatokkal. Mesélj arról, hogy hogy készíted ezeket a borokat, mert ez elég különleges. Hát, mint mondtam is, tehát én nem vagyok borász. Én annak idején még pár éves koromban nagytatámmal kezdtem el szőlőt préselni, meg bort készíteni. Akkor még édesapám traktorista volt, nem volt otthon se, ők nekik még szombaton is dolgozni kellett. Akkor még csak a kertbe velünk szemben egy nanokertnek nevezett területen termeltünk szőlőt, és ottani bort csináltunk, valamint volt egy 5 árré is delevart parcellánk is. Hát én inkább ezt a kézműves borkészítést csináljuk, még ebből is a leghagyományosabbat, mint tölgyfa a kádakba is szüretelünk, aztán van egy közel 150 éves tölgyfa présünk, amelyik nagyon különleges, a helybe volt sok belőle, Szentgyóbon gyártották, akkora nagy talfája van, hogy szinte 200 éves tölgyfa kellett hozzá, és azt a fát, mikor kivágtak, 3 présnek a talfáját csinálták belőle, és ez úgy működik, hogy ilyen erőáttétellel, tehát meg kell súlyozni, és akkor lánccal az erőáttételt átviszik, és akkor az egész széjjel, hogyha én este felrakok rá, mit tudom én, 50 kiló súlyt, az még le nem ér a földre, az egész éjjel magától dolgozik ez a régi. És akkor ezek szerint elég kíméletesen, mert nem hirtelen nem. Olyan óriási nyomással. Igen. Aztán mindig én tölgyfa hordókba szoktam érlelni a borokat. Már szereztem be inox tartályt is, mert azért tárolásra sokkal előnyösebb, jobb. De a legjobb borok, én úgy látom, hogy egy nagyobb űrtartalmú és egy jó tölgyfa hordóba le. Nem számít az se, hogy ha nem új az a tölgyfa, tehát nem barikolja azt a bort. De olyan minőséget ad hozzá maga a borköven keresztül, meg a pincének a mikroklímán keresztül, az egybe van a pincével, egybe van. Egy inoxba ott bezárjuk a bort, egy tölgyfába az egy élő dolog, és ottan együtt van a pincével. Én azt látom, hogy sokkal nemesebb, sokkal ízletesebb bort tudunk készíteni, hogyha a hordókat még használjuk. Igen, mert hogyha ilyen tudatos hordóhasználat van és pincehigiénia, akkor valóban ilyen szép borok, hogy szinte meg sem mondanánk, hogy ez a bor is hordóban készült, és hogy így van ilyen zamatos. Elértünk oda, hogy most már perspektíva lett, hogy egy jó bort a saját borából megkínálja az ember. Régen ez minden falusi családnál volt, bement az ember, és mindenkinek volt egészen nyárig, a nyári aratásig egy kis bor, sajnos a múltba ez nagyon visszaesett, és ha azt fogják látni, hogy Diószegen, vagy Székehídon, vagy bárhol más jönnek fel a borászatok, és ebben lesz jövő, vagy valami, akkor szerintem nálunk is lesznek. Nem olyan nagyban, mint régen volt, mert valamikor Köbölkúton azt mondták, hogy több mint 7 hegy volt teleszőlővel. Tehát Öreghegy, Dérhegy, Petke, Kecskehát, Aranyhegy, és még nem is soroltam fel. Mindenhol szőlő. És mindenhol szőlő volt, és mindenütt bakhátas, karos szőlő volt. Tehát azt el kell képzelni, hogy akkor azt mindet kézi munkába kapálták meg évente 3-szor. Még lovat se engedtek a szőlőbe bemenni abba az időbe. És Köbölkútról a bort állandó jelleggel szállították Nagyváradra, Szalontára, Debrecenbe. Tehát akkor arra volt kereslet. Sajnos most a kereslet visszaesett, de ha lesz jövője, akkor lesz. Akkor biztos, tehát ott is. Igen. Adott hozzá, az a jó dombok, azok a jó termőterületek most is megvannak,
úgyhogy a mai modern technika megengedi, hogy nagyon könnyen lehet, nagyon jó ültetvényeket telepíteni. Minden csak azon múlik, hogy lesz-e rá kereslet, vagy nem. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ezt az értékes kecskeháti királyleánykát folytatni kell, és hogy mindenképpen így a hordóban is ilyen régi módon elkészítve. Ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok a falugazdász munkádhoz is, és Isten áldását a szép családodra. Köszönöm szépen. Egészségünkre. Egészségünkre.